Ma van a népmese napja, Benedek Elek születésnapja. Ebből az alkalomból a Kiskanizsai Általános Iskola mesejátékkal és nemezképekből készült kiállítással várta a gyerekeket. Külön öröm volt az iskolások és a pedagógusok számára is a mai nap, hiszen a koronavírus miatt tavaly elmaradt a már hagyományosnak számító esemény az intézményben. Molnár István, az iskola igazgatója, fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek erről a napról, hiszen a fő cél a népmesék fennmaradása mellett a történetekben rejlő tanulságok, bölcsességek átadása a jövő nemzedékének. Azt tapasztaljuk, hogy a mesélés, a mesehallgatás, az otthoni mese az óvodáskorban és inkább az alsó tagozat első két évfolyamában jelentős, de én azt gondolom a tanítókkal egyetértve, hogy jó lenne, hogyha ez minél későbbre húzódna, tehát akár alsó tagozat többi évében és a felső tagozatban is, mert hogy a mesének vannak tanulságai, hagyományai, és akár még a felnőttekre vonatkozó tanulságai is lehetnek és vannak. A mesék világát jelenítik meg Szőke Veronika nemezképei, amelyeket a mai kiállításon bemutatott. A 80-as években kezdték el igazából Magyarországon újra feleleveníteni ezt az ősi, tulajdonképpen ősi magyar technikát. Én Kustár Zsuzsától tanultam meg, ő volt az én nagy mesterem és a lelki segítőm, és a lelki fejlődésemben is ő neki nagyon nagy szerepe volt, és így akkor a népmese napján egy kicsit őt is megeleveníthetjük, gondolhatunk rá. Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta. A negyedik osztályos tanulók a Csillagszemű juhász című mesejátékot adták elő az iskolatársaiknak a rendezvényen.